Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, nézzük, mi mindenről lesz szó. A Jézus Szent Szíve templom búcsúja alkalmából 3 napon át ünnepel Ditró, sok program várja az érdeklődőket. Mindenkinek csatlakoznia kell az ivóvíz és szennyvíz hálózatokra, akinek erre lehetősége van. A belügyminisztérium ojnalabda bajnoksága zajlott az elmúlt napokban. Az ország több pontjáról érkeztek csapatok. Ünnepel Ditró a hétvégén a Jézus Szent Szíve templom búcsúja alkalmából. Az ünnepi szentmisét ma tartották, azt követően pedig elkezdődött a programok sora. A hétvégén mindenkit szívesen látnak a községbe. A híres ditrói templom búcsú ünnepét minden évben Jézus Szent Szíve napján tartják. Idén is összegyűlt a falu apraja nagyja a szentmisére. A Jézus Szíve tisztelet a középkorban honosodott meg a jezsuita szerzetesek által, majd az ünnepet 9. Pius pápa terjesztette ki az egész egyházra. Sok helyiségben szenteltek templomot vagy kápolnát Jézus Szent Szíve tiszteletére, köztük Ditróban is. Azért választották a hitbeli erődök, Oldornus, Jézus szentséges szíve, mondani valóját, felszabadító öröm hírét, mert a későbbi hitbeli leszármazottakat oltalmazni és védelmezni akarták, hogy jaj, nehogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak a látszatra, mint annak, ami a szemnek nem látható, hiszen a szív mindannak a hátterét foglalja magában, amit az ember közöl embertársával, ahogyan ember válik embertársával. És hogyha a háttér, a szándékvilág Isten tetszése szerinti, akkor egészen bizonyos, hogy sok áldás fakad ebből az életünk számára. Ne tévesszen meg bennünket, jelen korunknak az a törekvése, hogy csak a felszín legyen elkerülhető, a többi, ami láthatatlan, az pedig nem számít. Azért vagyunk együtt, hogy megerősödjünk ebben a meggyőződésünkben. Nekünk fontosabb az, ami nem látható a szemnek, mint ami elénk tárolt. Akár az előző években a helybéliek mellett ezúttal is sok vendég érkezett Ditróba, és elszármazottak is hazatértek, hogy részt vegyenek a község ünnepén. A Szent Mise után elkezdődtek a különféle gyerekeknek és felnőtteknek szóló programok. Megnyitották a helyi termékek vásárát, és előkészítették a művelődési ház melletti teret is az ünnepre. Holnap lesz főzőverseny, gyerekelőadás és ügyességi verseny is, a felnőtteket pedig autós ügyességi verseny, táncelőadás és kalandorkoncert szórakoztatja. Vasárnap a gyerekeket kézműves sátor és motorozás várja, majd fellépik a hagyományőrző csoport, és utcák közti ki mit tud is lesz. Az eseményt utcabál zárja. Áramkiesést okozott a tegnap esti vihar a város felszegi részén. Több utcában még a délelőtt folyamán is nélkülözniük kellett a szolgáltatást a lakóknak. További 18 Hargita megyei településen sem volt áram, a tegnap esti és éjszakai vihar és felhőszakadás okozta meghibásodások miatt. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség által szolgáltatott információk szerint 19 településen 6518 fogyasztó maradt áram nélkül, és 77 transzformátor állomást rongált meg a vihar.
A környezetőrség szerint mindenkinek csatlakoznia kell az ivóvíz és szennyvíz hálózatokra, akinek erre lehetősége van. Augusztusban jár le az erre megszabott határidő, utána büntetésekre lehet számítani. Gyergyószent Miklóson ez a jelenleg is üzemelő hálózatra érvényes, az új rendszerre még nem kell csatlakozni. A magánházban élők számára kötelező lesz rácsatlakozni a meglévő víz- és szennyvíz hálózatra mi hamarabb. Országos intézkedés kötelezi erre a lakosságot. A környezetvédelmi ügynökség átirata értelmében, valamint az érvényben levő törvénykezések értelmében mindenkinek, akinek a kertes háza előtt, illetve a lakóterülete előtt van már működőképes víz- és csatorna hálózat, kötelező módon rá kell, hogy csatlakozzon az elkövetkező 3 hónapon belül. A környezetvédelmi ügynökség által megszabott határidő augusztus 15-e, eddig a dátumig kell mindenkinek rácsatlakoznia. Ez azért is fontos, főként a környezetvédelmi ügynökség és a városvezetés szempontjából egyaránt, hogy azok az installációk, amelyeket eddig próbáltak megoldani a városlakók, például a szennyvíz elvezetésére, azokat megszüntessék, ezek a gócpontok többé ne fertőzzék adott esetben a folyóvizeket, de mindenképp ez egy nagyon fontos lépés lesz olyan szempontból, hogy végre megpróbálunk egységes és szabályozott rendszerben működni a városon belül. Az önkormányzattól csupán urbanisztikai bizonylatot kell kérni, de ezen kívül van még egy sor tennivalója annak, aki a rácsatlakozást igényli. Elsőként az önkormányzathoz kell fordulni, és egy urbanisztikai bizonylatot kell kikérni. Ez annak függvényében, hogy mekkora az a felület, amelyen el kell végezni, az szerint van a díjszabás. Ez egy viszonylag olcsó bizonylat, ugyanis egy 1000 négyzetméteres területre 13 lejt kell fizetni majd. Ezt követően ezzel a bizonylattal egy tervezővel kell szerződést kötnie a lakónak, aki megtervezi a rácsatlakozást, és már a kész tervekkel szintén az önkormányzathoz kell fordulni egy építkezési engedély kiváltására, ezt díjmentesen kiadja az önkormányzat. Ezt követően pedig a lakónak szerződést kell kötnie egy kivitelező céggel. Amint a kivitelező cég elvégezte a munkálatot, akkor szintén az önkormányzat fogja láttamozni és igazolni, hogy valóban a terveknek megfelelően történt meg a rácsatlakozás, és innentől már folyhat a szolgáltatás azokban a háztartásokban is, ahol eddig ez még nem volt lehetséges. A rácsatlakozás határideje augusztus 15. Ezután ellenőrzésekre és 2000 és 4000 lej közötti büntetésre is számíthat az, aki nem tesz eleget a felszólításnak, írja a Környezetvédelmi Ügynökség átirata. Országos szintű baleset megelőzési akciót tart a következő 3 napban a román rendőrség, valamennyi sebességmérő készülékkel kint lesznek az utakon, tájékoztat az Adler Press hírügynökség. Mától kezdődően autóból és trukám típusú radarral is figyelik az utak és autópályák forgalmát a gyorshajtók kiszűrése érdekében. Emellett az alkohol és drogfogyasztást is ellenőrzik a rendőrök a baleset megelőzési akció keretében. A rendőrség szerint az év első 5 hónapjában történt súlyos balesetek 17%-át a túlzott sebesség idézte elő. Ez a balesetek 3. leggyakoribb oka, januártól májusig 470 baleset történt emiatt, 104-jel kevesebb, mint az elmúlt esztendő ugyanezen időszakában, amelyek 118 halálos áldozatot követeltek, 499-en pedig súlyosan megsérültek, derül ki a rendőrség pénteki közleményéből. Visszalépést jelent a sürgősségi rendelettel elfogadott közigazgatási törvénykönyv az anyanyelv használati és egyéb kisebbségi jogok terén. No, a kormányfő helyettes Dániel Szucsú a rendelet elfogadását követő sajtótájékoztatón azt mondta, a jogszabály 95%-ban megegyezik a parlament által korábban elfogadott változattal, a maradék 5% éppen a kisebbségi jogok kigyomlálását követően tűnt el. A parlamentben elfogadott közigazgatási törvénykönyvet az Alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva utasította el, így most a kormány sürgősségi rendelettel fogadta el újra.
A gond az, hogy előbb a parlamentben elfogadott változatból gondosan eltüntették azokat a szövegrészeket, amelyek az RMDSZ javaslatára kerültek bele, és amelyek az anyanyelv és szimbólum használati jogokat tartalmazták. A rendeletről beszámoló miniszterelnök helyettes Daniel Sucsu még azt is bevallotta, hogy saját kezdeményezésre a kormány egy olyan előírást is belefoglalt, amely a szerzett jogok eltörlését tartalmazza, noha ilyet a parlamenti vita során senki nem kért. Ez valóban pluszban van, hogy amennyiben egy közigazgatási egységben a kisebbség lélekszáma 20%-os részarány alá csökken, nem fogjuk megtiltani azokat a jogokat, amelyek benne vannak a törvényben, hanem megvárjuk az újabb népszámlálást, hogy ezt erősítse meg, és akkor átigazítjuk a törvényt, ezek a jogok nem maradnak meg. A kisebbségi anyanyelv használati jogok területén nagy visszalépések vannak, mondja Cseke Attila szenátor, bár hozzátette, hogy a végleges változat még nem ismert, csak a hivatalos közlönyben való közzététele után lesz az. A munkaváltozatban azonban a kormány nem vette át azt, ami révén az RMDSZ-nek szakmai és politikai munkával sikerült anyanyelv használati jogokat bővítenie. Nem csak, hogy nem vette át a kormány ezeket az anyanyelv használati jogokat, többlet anyanyelv használati jogokat, hanem a jelenleg érvényben levő anyanyelv használati jogok szintjét is csökkentette, és olyan jogokat korlátoz, illetve szüntet meg az a forma, amelyet közzé tettek, amely ismert egyenlőre, ami számunkra, a romániai magyar közösség számára teljesen elfogadhatatlan. Ezzel Románia a 90-es évek szintjére az uniós csatlakozás előtre süllyed vissza, ami a kisebbségi jogokat illeti. Cseke Attila elmondta, az RMDSZ a rendelet parlamenti vitáján megpróbálja majd ismét visszavinni a jogszabályba azokat a módosításokat, amelyeket már egyszer sikerült elfogadtatni a parlamenttel. Aláírták a kivitelezési szerződést, így napokon belül elkezdődhet Borszék egyik legpatinásabb ingatlanjának európai forrásokból történő felújítása. A műemléképületként nyilvántartott valamikori 49-es villa kulturális, muzeumi, turisztikai, oktatási tevékenységeknek, konferenciák lebonyolításának fog helyet adni. Az elképzelések szerint a villa teljesen új köntöst kap, ügyelve arra, hogy a régi építészeti elemek is megmaradjanak. A belső terek is teljes körű felújításon esnek át, az olyan szükséges épülettechnikai rendszerek kialakításával, mint például villanyhálózat, víz- és csatornamű vagy éppen fűtésrendszer. A közel 3 millió lei összértékű projektre 2 millió 675 ezer lei visszanemtérítendő támogatást biztosítanak az uniós források. Egyeztettek Bukarestben a Romániai Nemzetvédelmi Minisztérium Nemzeti Hőskultusz Hivatal és a Magyarországi Honvédelmi Minisztérium alá tartozó hadtörténeti intézet és múzeum küldöttségei az Úzvölgyi Katonatemető ügyének kapcsán. A magyar fél a súlyosan kegyeletsértő állapot megszüntetését kérte. Az egyeztetés szeptemberben a helyszín közös bejárásával folytatódik. Szakmai egyeztetést folytattak Alin Préda igazgatóval, a Románia területén található hadisírokkal foglalkozó, a Nemzetvédelmi Minisztérium Nemzeti Hőskultusz Hivatal igazgatójával az Úzvölgyi Katonatemető kapcsán, mondta el híradónknak dr. Kovács Vilmos ezredes, a magyar küldöttség vezetője. Ennek keretében ismertették egymással a temetővel kapcsolatos levéltári forrásokat, és megegyeztek, hogy lehetővé teszik az eredeti dokumentumok kutatását is egymás levéltáraiban. Azt az ígéretet kaptuk, és a tárgyalások abban az irányba mennek, hogy mindenki megnézi ezeket a szakmai forrásokat. Nagyon fontos, hogy a történeti hitelesség, és nagyon fontos, hogy a hadisírgondozó szakma egyértelműsítse a helyzetet. Mi ezt megtettük, úgy gondolom, és e tekintetben a továbbiakban tárgyalhatunk majd arról. Most mindenki tanulmányozza ezeket a forrásokat, amelyeket egymással megismertettünk. Miután a források tanulmányozása megtörténik, szeptemberben a helyszínen, azaz Úzvölgyében találkoznak ismét, imár kibővített keretek között, hogy megoldást találjanak a temető ügyére. Erre a találkozóra meghívják más nemzetek képviselőit, amelyeknek katonái nyugszanak a sírkertben.
Kovács Vilmos hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet senkinek nem felel meg. Hozzátette, tudomása van arról, hogy a román védelmi tárca megtette az első lépéseket, hogy átvegye a temető kezelését, de amint a mostani találkozón a román féllel közölte, ezzel a lépéssel nem értenek egyet. A nemzetközi szerződések értelmében erre pedig csak is az érintett fél jelenleg Magyarországgal való konzultálás után kerülhet sor. Az ezredes azt is elmondta, hogy tárgyaltak egy központi magyar katonatemető létrehozásáról is. Augusztus 30-a és szeptember 1-e között 11. alkalommal szervezik meg a székelyföldi lovas ünnepet. Idéntől 3 napos rendezvénysorozatnak örvendhetnek az erre kilátogatók. Pénteken, azaz augusztus 30-án a díjugrató régiókupa fordulója kerül megrendezésre. Szombaton és vasárnap a több mint 70 programpontból álló színes és változatos események várják a nézőket. Hasonlóan az eddigi évekhez láthatnak kutyás, lovas, illetve más szórakoztató bemutatókat. Helyszín a gyergyószentmiklósi Krigel lovaspálya, ahova a belépés ingyenes. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak. Már 2. alkalommal adott otthon Gyergyószentmiklós a Belügyminisztérium Ojnalabda bajnokságának. A hét folyamán 7 csapat mérkőzött egymással, a Hargita megyei csendőrök ismét megvédték címüket. Hi Daniel! A gyergyószentmiklósi labdarúgó pályán alakították ki a román nemzeti sportnak, azaz az Ojnának megfelelő játékteret, akár csak néhány évvel ezelőtt. Idén is az ország több pontjáról érkeztek csapatok a belügyminisztérium berkeiből, hogy ennek a sportágnak hódoljanak. Erre a versenyre 7 csapat nevezett be, amelyek a határőrséget, a csendőrséget és a rendőrséget képviselik. Inspectoratul General al Poliției Române. 4 csapat van a határőrség részéről, egy Vaszlujról, egy Galacról, egy Tulcsáról és egy Postancáról. A házigazdák mellett van egy csendőrcsapat Brailáról és egy rendőrcsapat Hargita megyéből. Tehát országos részvételről beszélhetünk, amely a sportág fejlődését is jelzi, hiszen alakulóba vannak még csapatok. Fogadni merek, hogy jövőre már 10-12 csapat lesz a versenyen. A Hargita megyei rendőrök csapatának jelenléte több szempontból is premiernek számított, hiszen amellett, hogy számukra ez volt az első megmérettetés, a belügyminisztériumi Ojna versenyeken megyénk az egyetlen, amely mostantól 2 csapattal rendelkezik. A 3 napos turnén egyébként az újoncoknak sikerült megnyerniük egy mérkőzést, így az utolsó előtti helyen zártak, a kisdöntőben a konstancai határőrök diadalmaskodtak Tulcsai kollégáik fölött. A már számos alkalommal döntőbe jutott galaci csapatnak idén sem sikerült az első helyen végeznie. A Hargita megyei csendőrök megvédték címüket, sorozatban 4-szer emelhették magasba az első helyért járó trófeát. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. A Jézus Szent Szíve templom búcsúja alkalmából 3 napon át ünnepel Ditró, sok program várja az érdeklődőket. Mindenkinek csatlakoznia kell az ivóvíz és szennyvíz hálózatokra, akinek erre lehetősége van. A belügyminisztérium Ojnalabda bajnoksága zajlott az elmúlt napokban. Az ország több pontjáról érkeztek csapatok. Most pedig fit percek, majd az aktuális következik. Maradjanak a Gyergyó TV-n, ha tehetik, viszontlátásra!